Hatalmas csaták folytak a labdáért a Paksi strand homokos labdarúgó pályáin. A nagy kánikulában szállt a homok, meg-megrogytak a lábak, de kitartóan küzdöttek a csapatok, nem volt elveszett labda. Ezúttal Miskolc nyerte a 24. országos tűzkaka strandfoci bajnokságot. Tolna megyét 3 csapat képviselte, Szekszárd, Dombóvár és Paks. A Paksi hivatásos tűzoltóság együttesébe beintegrálódott az atomerőmű tűzoltóság csapata, így ők egy közös együttest alkottak. Erre nem először volt példa. Hát az idejében úgy jött össze a csapatunk, hogy az atomerőmű tűzoltósággal kis összefogás jött létre, és erre volt már korábban is példa. Tőlük is van 5 ember, és tőlünk van talán 7 ember, és így egy vegyes, én úgy gondolom, egy jó kis ütőképes csapatunk lett az idére. Eddig 2 meccsünk volt, mind a 2-t 5-1-re nyertük meg. Egyébként mind a 2 meccsünk sima volt, korán sikerült is gólt rúgnunk, és az egyébként mind a 2 meccsen szerintem az ellenfeleinknél sokkal jobbak voltunk. A Barcs egy picit meglepetés volt, mert ők korábban komolyabb játékerőt képviseltek sokkal, de ugyanazt tudom elmondani most, amit szerintem 2 éve, hogy azt látom, hogy nincsenek fiatal, nem jönnek a fiatalok, és sok csapat, ahogy öregszik, úgy gyengül. Emiatt a csapat létszám is évről évre csökken, idén 26 tűzoltógárda érkezett családostól. A paksiak a 9. helyen végezták. A Tolna megyeiek közül a legjobban a dombóvári hivatásosok szerepeltek, ők 5. lettek. A Pécs címvédőként érkezett Paksra. Volt egy rövidebb szakasz, amikor nem jöttünk, aztán újjá alakult a csapatunk, és most már szerintem hát durván olyan 20 éve szinte folyamatosan járunk. Megvan a csapatnak a gerince, egy ilyen hozzám hasonló, kicsit fiatalabb társaság, és ahhoz csapódott néhány fiatal kollégám, és hát mondhatom azt, hogy eredményesek vagyunk, mert 4 alkalommal megnyertük már ezt a tornát. Hát az erőviszonyok szerintem jó a csapatunk, mondhatom azt, hogy jobb, mint tavaly, de nem vagyok benne biztos, hogy meg fogjuk tudni nyerni, mert a többi csapat is erősített. Itt igazából, hogy kijut el a végéig, az ma itt közvetőleg kell hozzá sok szerencse is. Mivel, hogy már körülbelül 20-szor itt voltunk, ez mondhatom azt, hogy mindig szívesen jövünk ide, mert ez egy családi program is. Most ugye a csapatunkban van 10 játékos, és ha mondhatom azt, hogy a nagy csapatunk, tehát a családtagokkal mindennel együtt 35-en vagyunk. Tehát gyakorlatilag ez egy családi program is, egyben nem csak kimondottan a strandfoci, hanem ilyenkor együtt vagyunk és jól érezzük magunkat, és szeretünk ide járni. A pécsi hivatásos tűzoltók ezúttal a 4. helyen végeztek.